A feladat két óra alatt 160 cm 80 széles, két méter hosszú gödör, 14 csapatból a székesfejváriak a másodikok lettek a V4-ek nemzetközi sírásó versenyén Szlovákiában, ahol 15 perc volt a hantolásra, és az esztétikai szempontokat is gyűrizték, az ezüstérmes, Mizda Tamás és Herzog Tamás kegyeleti szolgáltató és temető fenntartó a vendégeink. Jó reggelt kívánok, uraim! Jó, reggelt, Jó reggelt. E, hát az önök versenyein, hogy oldjam a helyzetet, azért tényleg igaz, hogyha valaki az elején lemarad, de utána Feljön, hogy hát hogy a sírból hozta vissza a pontokat. Igen, vehetjük így is. Azt mondják meg, hogy ebben a szakmában milyen gyakran rendeznek versenyeket? Hát ebben a szakmában ugye ez a harmadik verseny. A Magyarországi, ahol első helyezettek lettünk, Trencsényben úgy tudom, hogy ez is a harmadik verseny volt, ugye, ahol a második helyezés sikerült elérnünk. Hát három éve rendeznek belőle versenyt. Tehát három éve mennek ezek a versenyek. Na most az egy nagy kérdés, hogy tehát ilyen versenyre az ember készül -e külön? Vagy hát ugye dolgozik, és akkor az a készülés? Hát végül is készülni ezekre a versenyekre nem igazán tudunk, mert ugye nekünk ez a szakmánk is, úgyhogy igazából készülni nem tudunk. Mert azt csináljuk, amit a mindennapokban. Ez a versengés vagy versengés lehetősége, ez, ez jó érzéssel tölti el önöket olyan szempontból, hogy ugye egy olyan szakmáról beszélünk, ami ugye értelemszerűen a halállal fogak nem olyan népszerű az emberek igen. körében, tehát ugye nem, 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 nem egy népszerű szakma művelői. Hát igen, nem vagyunk egy népszerű szakma művelői, de ugye ezt is valakinek meg kell hát, csinálni. Pontosan. Uh, hát ez egy, nem egy egyszerű szakma, ez egy kicsit nehezebb, tehát fizika, fizikailag meg uh, szellemileg ott kell lenni, ugye, uh, mindenképpen. Igen, tehát ez nem... Uh, hát ugye, meg ráadásul azért ez nem csak magából a sírásásból áll. Igen, hozzá. Mint ahogy a neve is mutatja, ez egy összetett munka, de most a feladat ez, ez ez, volt, és ahogy ezt az elején elmondtam, ilyen időkeretek voltak, de az ezüstérmesnek mennyi idő alatt sikerült megoldani a feladatot? Hát 1 óra 18 perc alatt sikerült megoldanunk trencsénybe feladatot, a magyar az 52 perc. Amit a selejtezőn, amit megnyertek ott, Igen, 52 a magyar az 52 perc, a trencsény az viszont 1 óra 18 perc. és ez az 52 perc a csúcs, vagy van, -e, tudnak ennél jobbat is? Aha. Hát azért a verseny azért az emberen azért egy dob egy adrenalin bombát is, mikor ott elhangzik a rajt azért. Igen, hát az nyilván más, hogy a versengeni nem lehet, amikor ott van a gyászoló család, tehát azért egy más körülmények, de amikor versenykörülmények vannak, akkor, akkor ez, ez, megnő a teljesítmény is, igaz? Így van. Nem mindegyebben, ha belegondolunk például az se, hogy milyen a talajminősége, meg milyenek a szerszámok. Igen, tehát ez talajminőségtől függ. Van, ahol sziklás, van, ahol homok, van, ahol föld, van, ahol keverve van. Tehát sose tudjuk, hogy mire számíthatunk, miközben megyünk ásni. Ilyen szempontból például ezen a v versenyen trencsényben egyenlőek voltak a feltételek? Tehát aki részt vett, annak mind ugyanolyan a talaj jutott? Igen, igen. mindenkinek. Tulajdonképpen ez egy trencsényű verseny, ez egy kamionparkolóban történt. Mi is meglepődtünk, mikor odaértünk, mert temetőt sajnos nem láttunk, hanem egy kamion parkolóba történt ez a verseny. De nem volt lebetonozva? Nem, nem. hanem hát csak, csak egy, kép, egy, egy murva csak ágy volt letaposva, uh -huh. ahol a kamionok gondolom parkoltak. Ugye mindenkinek ugyanúgy kellett ott ásnia abban a részben. Hát akkor az enyhén szóval is nem volt egy egyszerű mutatvány, igaz? Nem. nem. Tehát nem arról beszélünk, egy könnyű, jó felázott földet, hanem egy sokkal nehezebb talajt kellett. Hát egy murvás területre tévedtünk, ugye, és ott, tehát tulajdonképp az egész egy kőágy, kőpados rész volt, ugye, amiben tehát temetőbe is bele tud futni a bármelyik kolléga, vagy, vagyis mi is. Uh -huh. Úgyhogy nem egy egyszerű ásás volt az ott. Miért két fős csapatok versenyeznek? Ugye a valóságban a, a temetéseken is ez a protokoll? Nem, a temetéseken öt fő szerepe. Két kollégás a gödröt, ugye ők csatlakoznak a másik három kollégához majd temetés napján. Ugye ott mindig öten vagyunk, tehát öten hantolunk, öten virágozunk. Hát tulajdonképpen egy temetés az onnantól kezdődik, hogy ugye kimegyünk egy címre. Tehát kapunk az orvosi ügyelettől egy címet, mi kiszállunk, elmondjuk melyik temetkezéstől érkeztünk, megkérdezzük, hogy koporsós temetés lesz, úrna a család ugye eldönti, hogy mit szeretne, ha akkor nem tudja eldönteni, akkor ugye bejönnek az irodába, és ott általában addigra már azért el tudják dönteni, hogy mit szeretnének. És hogyha egy koporsós temetés van, akkor ugye két kollégánk az kimegy ásni, vagy kimegyünk mi, a másik három kollega az ugye majd amikor megérkezik a temetés napja, mondjuk egy koporsós temetésről beszélünk, ugye öt fő van, tehát mi előkészítjük az elmúltat, felhelyezzük a asztalra, előkészítjük a virágokat, fogadjuk a családot, megbeszéljük vele, hogy ki mit szeretne, tehát egyházi lesz esetleg vagy polgári. Ez ugye az naptól függ, hogy mi van ráírva a statisztikai lapra és akkor ugye az alapján dolgozunk mi Igen, de ugye bejutottunk oda, hogy maga az ásás, tehát az ásás fizikai folyamat, az, az, az két emberes, tehát az én mondom, ezért volt itt a, 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 verseny is ilyen, és voltak itt, ahogy ezt olvastam, más szempontok is, tehát milyen szempontok voltak a gyorsaság mellett? Hát a külalak, tehát hogy, hogy kell kinéznie, tehát ugyanúgy rendesen meg kell ásni, tehát mint egy normál temetéshez, a hannak szépen kinéznie, a gödörnek szépen kell kinéznie. Tehát mindennek meg kell felelni az esztékei előírásoknak is, ami egy rendes temetésre készül. Értem, nem az van, csak hányjuk össze-vissza a, a földet. Nem. nem, nem. Arra kíváncsi vagyok, hogy hát ez egy fizikai munka munkarészint, vagyis ilyen értelemben egy sportos tevékenység, mert nagy mennyiségű földet meg kell gyorsan mozgatni, valódi sporttevékenység, tehát mi itt a fontosabb tényező, a fizikai erő, vagy az ásás technika, hogy azt se felejtsük el? Hát tulajdonképpen a kettő együtt tehát a kettő együtt ugye a, fizika, a fizikai erő, meg van egy, van egy technika, ami, ami, alapján ugye ásunk, tehát mindenkinek megvan a saját technikája, hogy mi alapján ás. Na most van itt egy díj, és nem akarom önöket sírba vinni a részletgazda kérdéseimmel, de, de mi volt a jutalom a cégnél? Hát a kollégáktól kaptuk ugye, hogy ügyesek vagyunk, tehát hogy a, a mi csapatunk győzött, főnökeink megdicsértek bennünket, kaptunk oklevelet, mi volt még Prémium, nem... Premium, szabadnap. Hát szabadnapot azt kapunk majd most. Uh... Mikor? Jövő héten. Na, ja. akkor lesz. Igen, lesz, lesz szabad napunk. És mi lesz a következő versenyük? Hát van-e például sírásó EB vagy sírásó világbajnokság? Hát erről mi nem hallottunk. Hát uh, tulajdonképp EB az a, az a V4-ek versenye? Igen. Ugye, és akkor ezzel befejeződött a, a sírásó verseny, legalábbis nem tudunk hogy lenne még ezen kívül bármilyen verseny ebben a tevékenységben, ö, hát erre az évre. Ennyi, aztán jövőre, ha minden információm jó, akkor elvileg a Székesfehérvár Városgondnokság rendezi ugye ezt a, ezt a versenyt. Ahol az azüstérmesek megint szeretnének kijutni majd, igaz? Ez helyben lesz, tehát ö, ez, ugye a Székesfehérváromban, itt mi ugye nem indulhatunk, mert mi vagyunk a rendezők, de viszont több csapat fog indulni, és akkor ugye mi is ugyanúgy megrendezzük, mint ahogy Dunaujú város, meg az előttünk két lévő temetkezés. És végül, mert ez nagyon fontos, hogy az önök szakmával kapcsolatban, hogy itt nem, fenyege, nem fenyegeti el önöket az a veszély, ez egyszer ez a szakma megint, hogy most nem tudom, hogy ki kihal, olyan értelem, hogy a gépesítés átveszi majd. Ezt nem tudja, mert ugye különböző temetők vannak a sírók közelsége miatt, tehát oda se lehet férni géppel, uh -huh. temetőkben. Tehát erre a munkára mindig szükség lesz. Igen. igen. Van. Uh -huh. És akkor a versenyzőzés kedv, kedvük pedig nem hogy lankat, hanem még jobban megjött. Igen, igen, igen. Hát akkor köszönöm szépen, hogy itt voltak, és akkor további jó munkát, köszönöm szépen. Köszönjük, köszönjük szépen.